Thomas volt mindig a legmosolygósabb a szobában. Mindig gondosan ügyelt rá, hogy senki ne hiányozzon. Nagyon kedves volt, mindig odafigyelt másokra. Én farkastorokkal születtem, nem volt orrom. 20 műtétet hajtottak végre az arcomon. Az emberek többnyire nem tolerálják az arcibákat. Csúnya voltam. Ezért pikkeltek rám. Emiatt nagyon is jól tudtam, milyen az, ha csúfolják az embert, és mit tud az okozni. Hogy előre ugorjak a történetben, összeházasodtam a férjemmel, Chrisszel, 3 fiunk született, Crispin, Thomas és Daniel. A férjem Chris 27 évig aktívan szolgált a tengerész gyalogságnál. Másfél évente költöztünk, ezért jónak tartottam, ha a gyerekek magántanulók lesznek. Azt akartam, hogy a tanrendjük kiegyensúlyozott legyen, és azt is szerettem volna, hogy ne legyenek kitéve az iskolai zaklatásnak, ahogy én voltam. Ami külföldön éltünk, Daniel fiam hirtelen nagyon megbetegedett. Míg a férjem kiküldetése lejárt a Fülöp-szigeteken, én visszaköltöztem a fiúkkal az államokba, hogy Daniel megkaphassa a szükséges orvosi ellátást. Danielnek nagyon alacsony volt a fehérvérsejt száma, senki nem tudta, mi az oka ennek. Veszélyesen alacsony volt, még a fogmosás is megállíthatatlan vérzést tudott okozni nála. Sokszor tele volt véraláfutással, mintha összeverték volna. Az orvosok nem tudták, mi a baj. 7 különböző gyógyszerrel próbálkoztak, de az állapota romlott. Állandóan a kórházban voltam, míg ott volt a másik 2 gyerek is, Crispin és Thomas. Először kerültek állami iskolába, Thomas elkezdett visszahúzódóvá válni. Már nem volt az a felszabadult, vidám gyerek. Azt hiszem, ezt nem vettük észre időben, mert annyira lekötött Daniel. A legidősebb fiam mondta nekem, hogy nincsenek barátai az iskolában. Megkérdeztem, szeretne újra magántanuló lenni, de mindig azt mondta, hogy ez túl nehéz lenne nekem. Mindig másokat helyezett előtérbe magával szemben. Nem tudtam, hogy bántják az iskolában. Elkezdtek dűkitörései lenni. Próbáltuk pásztorlásra vinni, de sajnos egyre gyakoribbá váltak a dűkitörések. Egyszer a bátyáért mentem az iskolába, és ott álltam az előtérben, várva a fiamat. Volt egy diákcsapat, aki ott ment el, épp egyik óráról a másikra, és ahogy mentek, hallottam, gúnyolják a fiamat, hogy Thomas, te mekkora lúzer vagy, és sem a biztonsági őr, aki előtt mentek el, sem a felnőttek, akik ott álltak. Senki nem szólt egy szót sem. Nem szóltak rá a gyerekekre. Néhány nappal később fizikailag is bántalmazták. Ekkor kivettem őt az iskolából. Nagyon mérges voltam amiatt, hogy kivettem, és nem akart új iskolába menni. Teljesen ki volt akadva. Amikor először mentem érte az új iskolába, beült az autóba, és azt mondta, anya, kedvesek voltak velem. Nem bántottak, és törődtek velem. Nem tudom, miért nem vettem ki őt korábban. Újra vidám lett, újra szociális, jól érezte magát. Minden a megfelelő mederben haladt egy ideig. Majd 2020-ban jött a COVID. A COVID nagyon pusztító volt Thomas számára. Éveken át nem voltak barátai, csúfolták és zaklatták. De itt végre volt egy csapat gyerek, akikhez kötődött, de a COVID ezt is elvette. Nem volt szalagavatójuk, nem volt ballagásuk, és a fény kezdett kihunyni a szeméből, csak úgy el volt a szobájában mindig. 18 éves volt, és többször is láttam sírni. Akkor kezdte volna az iskolát, az egyetemet januárban. A kormány viszont úgy határozott, hogy az egyetemek nem fognak kinyitni, és ez így is marad. Ez nagyon megrázó volt, és nem volt megoldás erre a helyzetre. Korábban járt tanácsadásra, amikor rájöttünk a zaklatásokra, de a tanácsadás is leállt a COVID miatt.
Aznap az egész család nagyon izgatott volt. Mindenki korán felkelt, már az előző estét is takarítással töltöttük, játszottunk és megbeszéltük, milyen jó dolgokat fogunk csinálni. Ő is mosolygott, megkérdezte, van-e kedvünk később biliárdozni. Utána főztünk, el kellett készíteni a hálaadás napi vacsorát. Ő felment az emeletre. Láttam is kijönni a fürdőszobából, és volt nála egy e-cigi. Kérdőre vontam, elvettem tőle, és megöleltem. Pár órával később Thomas eltűnt. Mindnyájan elkezdtük keresni a házban. A férjem felment az emeletre, majd lejött, és a teljes kétségbeesés látszott rajta. Azt mondta, hogy nagyon rossz a helyzet. Kelly, beszélnem kell veled. Behúzott a másik szobába, és mondta, hogy Tom lelőtte magát. Elejtettem mindent, és felrohantam. Ott feküdt a padláson. Letérdeltem hozzá, a karjaim közé vettem, beszéltem hozzá, mondtam neki, hogy tartson ki. De annyi vér volt ott, nem volt esély, hogy túlélje. Továbbra is beszéltem hozzá, mondtam, hogy ne adja fel. Szerintem soha nem sírtam úgy. Ez olyan fájdalom, amit nem lehet leírni. Én vagyok az anyja. Hogy nem láttam előre, hogy ez lesz? Miért nem állítottam meg? Beszélni akartam a pásztorommal, ezért átjöttek. Hál' Istennek, hogy átjöttek. Emlékszem, hogy odajött a bejárathoz, és a férjem azt mondta, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki megerősít minket. Csak így élhettük ezt túl, hogy Isten megerősített minket. A gyülekezetünket használta, ők voltak a kezei és a lábai. Eljöttek, a családi idejükből áldoztak ránk, egy olyan borzasztó helyzetben segítettek, amibe senki nem akar kerülni. Az emberek alábecsülik, mekkora dolog az, hogy eljönnek. Ezt a helyzetet nem lehet túlélni Isten valóságos, fizikai jelenléte nélkül. A lehető legrosszabb állapotunkban meglátogattak minket, semmit nem várva cserébe, csak adtak. Szerettek annyira, hogy ők is beléptek ebbe a szörnyű helyzetbe. Azóta eltelt 2,5 év, és teljesen más embernek érzem magam. Van egy részem, ami hiányzik. Tudom, hogy Isten jó. Tudom, hogy meg tudta volna menteni Thomast, tudom, hogy a mi Istenünk mindenre képes. Nem tudom, miért nem tette meg, de tudom, hogy ő jó. És én csak ebben nyugszom meg. Érzem Isten jelenlétét. Itt van. Nem tudom, hogy hogyan tudna ilyet bárki is túlélni anélkül, hogy Isten fizikailag ott lenne. Szeretném megállítani a növekvő öngyilkosság irátát. Szeretném felhívni a figyelmet erre, és csak segíteni szeretnék. Az élet annyira becses, annyira fontos. Azt szeretném, ha Thomas története változást idézne elő. Ha küszködsz, kérlek, kérj valakitől segítséget. Kérlek, ne add fel!